Mennyi időnk van? 20 perc. 20 perc? Ameddig ez nem áll. Aztán utána újra el kell indítani. De miért? Mert ez egy fotógép. Ez nem file limitáció, ez a kamerának a limitációja. Ez tudnék húzni rajta, hogy 20 helyet 30 perc legyen, hogyha 4K-ba vennék. Mert 4K-ban többet vehetsz, mint De full miért? HD. Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Én Balázs vagyok, és ő itt nem más, mint Laci a Tech2-től, akit olyan híres videókból ismerhettek, mint például többet már nem használok iPhone-t, mert van egy sokkal jobb telefonom. Szóval, kedves Laci, úgy hallottam, hogy te leraktad az iPhone-at és lecserélted arra ott, ami most a kezedben van. Mi van ott nálad? Így van, egy OnePlus 6T van nálam. Azt tudni kell rólam, hogy én nagyjából 10 évig iPhone-t használtam, tehát így az első azt hiszem a 3G volt, a 2G az kimaradt. De az Apple-ös karriert azt úgy kezdtem, hogy vettem egy iPod Touch 2G-t, de szerintem mindenkinek volt iPod Touch 2G-je. És hogy ott megtetszett az iOS, és utána folyamatos 3G, és tudod az iPhone 3G, hogy egy kurva gyors ez a telefon, aztán jött a 3G-es, azt is ez még gyorsabb, jött a 4-4-es, 5, az 5-es az kimaradt, utána 6, 6-es, 7, X, X-es, 10, bocsánat, rosszul mondtam, 10. Ő is X-nek mondta, hogy most le lehet szállni rólam. Szóval úgy látom, hogy te neked azért van egy ilyen jó kis track recordod az iPhone-okkal, de review-oltál egy rakat telefont így karriered során. Tehát ugye neked soha nem volt olyan időszakot szerintem így az elmúlt 4-5 évben, amikor neked volt egy iPhone-od és semmilyen másik androidos telefon nem volt nálad. Nem nagyon volt ilyen. Viszont voltak kitérőim, tehát hogy nem voltam végig iPhone-os, hanem voltak olyan telók, amik úgy megtetszettek az évek során. Az első ilyen volt az a Lumia 800, bejött a Windows Phone, és hát ez nem is olyan rossz. Akkor már egy jó pár éve iPhone-t használtam, és úgy döntöttem, hogy akkor egy kis változatosság, Windows Phone. 2 hétig használtam, utána eladtam, és jött a következő iPhone, tehát ennyire volt jó a Windows Phone. Jó volt maga az elképzelés, de így nem voltak appok rá, meg nem. Látjuk, hogy milyen sorsa jutott. Pár évig megint iPhone, aztán Galaxy S6 Edge. Az így egy jó méretű telefon volt, ívelt kijelző is nagyon szép volt, de ott viszont meg rossz volt a RAM kezelés. Bár azt részletre vettem, azt a telefont, és így nagyon megbántam, hogy részletre vettem. De nagyjából 2 hónapig használtam, és utána megint visszaváltottam iPhone-ra. Na, de és ez hogy toltad részlettel? Kifizetted egybe a második hónapban? Vagy? Hát igen, tehát hogy meghirdettem, úgyhogy még nem volt kifizetve, és amikor jött az ember, hogy ő megveszi, akkor befizettem az egészet, és akkor így, hát buktam rajta, de hát most ebből tanul az ember. Így van. Jó, tehát hogy akkor ugye van a kis kiállás, hogy neked kifejezetten nem volt nagy problémád életed során azzal, hogy neked ilyen vagy olyan operációs rendszert kell használnod, mert én láttam téged itt személyesen is felhasználni telefonokat, láttam egy videóban, és nagyon kis otthonosan kezelsz minden rendszert. Most persze. Az, hogy te visszajártál iPhone-hoz, az köszönhető volt szerintem, így még nem tudva, annak, hogy neked az operációs rendszer tetszett talán a legjobban? Vagy mi volt az, ami téged visszahívott oda? Nem vagyok egy olyan user, aki szereti nagyon-nagyon durván testre szabni a telefonját, tehát hogyha nálam van egy androidos telefon éppen teszten, akkor is az alap launchert használom. Akkor is az alap launchert használom, és nem bonyolítom túl a dolgokat, mert nyilván aki megveszi user, az elsősorban ugyanezt fogja használni, és ilyen szempontból kell a review, nem az, hogy például a Nova Launcher az hogyan néz ki rajta meg. Megszoktam egy idő után az iOS-t. Nagyon stabil rendszer, legalábbis még az iOS 10X szerintem ez elmondható, hogy nagyon stabil rendszer volt. Sokáig megkapták a telefonok a frissítést, ennek ellenére évente váltottam a telefont, mert why not? De hogy így egy idő után így meguntam. Tehát hiába ott van az ökoszisztéma, ami miatt nagyon sokáig kitartottam mellette, hiába nagyon gyors, hiába gördülékeny. Szerettem egyébként a 10S-t is, amelyik még megvolt. De hogy így ugyanaz a rendszer ugyanúgy néz ki, vannak újítások, de kellett a változatosság, és azért váltottam át a OnePlus 6T-re, amit most azóta is egyébként imádok. Tehát, hogy nincs olyan érzésem, mint annál a Lumia-nál, vagy a Galaxy S6 Edge-nél, hogy ez most nem jó, jó. Ez most picit, jó. Igen. Ez így tök jó. Na, de ez egy nagyon jó dolog, hogy tényleg nem érzed azt a visszafogottságot, hogy mit tudom én, hogy igen, most átléptem valami másra, ezt most kipróbáltuk, ez tök jó volt, jó van srácok, akkor most, hogy ezzel készülöm vagyok, csapó, vége van a jelenetnek, kérem vissza a telefonomat.
mert én egyébként ide fölírtam magamnak egy kis dokumentumba egy-két olyan kérdést, amit így fel akartam tenni neked, hogy mondom, ezek érdekeltek legelőször, amikor én így végig gondoltam, hogy te basszus, te lecserélted a telefonodat. És ugye a legelső, amit szerintem így kitűnt nekem a videóban, amit néztem, amit így csináltál róla, igen, hogy ugye, hát az új iPhone-ok drágák. Ami nem egy olyan vélemény alapú dolog, tehát hogy igen, hát ez relatív, a nap meg meleg, tehát hogy igen, az új iPhone-ok drágák. Ezzel nem vitatkozhatunk. Ez a telefon viszont meglepően nem drága egy iPhone-hoz képest. Aminek ez is drága, tehát hogy... Ez tény, abszolút, igen, de most egy csúcskategóriás telefonokról beszélünk, aminek a körében OnePlus még mindig egy olyan helyen van, annak ellenére, hogy ugye minden évben egy picit azért hozzáadnak az árhoz, még mindig egy olyan szinten vannak, hogy lenyűgöző szerintem. Hogy nem iPhone XR-t? Vettem? Igen. Pont azért, mert ugye megszoktam az iOS-t, és kellett ez a kis változatosság, és ugye... Még a OnePlus 5T-t is tesztelt, tehát csomó telefon volt nálam, Samsung, Huawei, Honor, minden. És így a OnePlus 5T is már nagyon megtetszett, azt hiszem pont azt a címet adtam a videónak, hogy a kerítés szaggató. De az még nem volt az igazi. Aztán jött a OnePlus 6, amire azt mondtam, hogy na, ez így nem rossz. De ott is voltak azért dolgok, meg ott még ragaszkodtam egy kicsit az ökoszisztémához, meg az iOS-hez, de a 6T lett az, amire azt mondom, hogy ez így tök jól néz ki. Tehát, hogy szerintem ez így jól néz ki, hátlapja is, minőségi, és tök jó használni, de azért nem iPhone XR, egyébként amit szintén teszteltem, de azért nem, mert pont kellett ez a kis változatosság, az elszakadás, hogy mégis egy kicsit egy másabb rendszert használjak. A OnePlus nem lenne ilyen jó, akkor váltottál volna egy másik androidos telefonra jelenleg a felhozatalban? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezen nagyon sokat gondolkoztam, és nyilván nem véletlenül döntöttem a OnePlus mellett, mert itt is ez a kis letisztultság jelenik meg, mint a gyári Androidnál is van, és amit egyébként elég sok telefon futtat, akár Android van keretében, akár mondjuk Google Pixel, amihez egyébként még mindig szeretnék hozzájutni a Pixel 3-hoz, mert az is egy ilyen nagy vágyam, hogy nem tudtad tesztelni? Még nem. Nem, de valahogy eljut majd, szeretném letesztelni. De pont ez a gyári felület az, ami engem vonz. És ugye nyilván ott van a Samsung Experience-el, a Huawei, meg a Honor az MUI-val, meg a Xiaomi MIUI-val, és így mindegyik egyébként tök jó rendszer egy bizonyos embernek, tehát hogy nem véletlenül van ennyi, hogy legyen választék. És nekem az Oxygen OS jött be a legjobban, meg a gyári Android felület is. És ez pont egy olyan kis csomag, ami az én igényeimnek tökéletesen megfelel. Lehet, hogy a Mate 20 Pro tovább bírja, jobb a kamerája, etc., de viszont annak a felülete annyira nem tetszik, mint az Oxygen OS. Szóval, hogyha nem lenne OnePlus, akkor valószínűleg valahogy megoldottam volna egy pixellel, vagy nem váltok. Mint OnePlus tulajdonos, most már te is belekerültél ebbe az ökoszisztémába, hogy feltehetem neked a kérdést. Ugye, ti OnePlusosok mindig nagyon büszkék voltatok arra, hogy ugye a ti telefonotok az mindig a közönségre épül. Tehát, hogy olyan a dolgoknak a nagy része, ami benne van, az arra van kihegyezve, hogy mit akar az a sok ember, aki meg fogja venni a telefonunkat. Ja. Hol van a jack a telefonodra? Nekem nem kell. Tehát így... Ugye, de furcsa? Figyelj, hát... Az iPhone-on sincsen rajta, ezt nyilván legalábbis azért mondták, hogy azért vették le a jacket a 6T-ről, mert ugye a 6-on volt, hogy nagyobb legyen az aksi. Ez ismerős. Ezt mondták. Tehát, amit én használok, az egy Apple AirPods, simán működik a OnePlus-szal is, úgyhogy én nem sírtam sose a jackért, de nyilván együtt tudok érezni azokkal a felhasználókkal, akiknek ez rossz dolog. Nem hiányzik a 3D touch? Ó, ez egy jó kérdés, de leginkább a billentyűzetnél, amikor írok, és elrontok valamit, nem szoktam használni egyébként az automatikus javítást, ami van benne, hanem rányomok, és visszamegyek kurzorra. Na, az baromira hiányzik, tehát hogy az ugye nincs ebbe egyáltalán, semmilyen formában, csak belekoppintok, és akkor elhúzom oda. Viszont itt ugye a Gboard billentyűzetet használom, ami ugye a Google, és ez egyébként tök jól működik, tök jól felismeri a szavakat is. Itt már használom az automata javítást, mert nem téved annyit, és gyorsabban tudok gépelni. Szóval ez is egy megszokás kérdése, de eleinte hiányzott. És felrakadtam a Gboard-ot ide is, de itt meg tudok normálisan diktálni, amit meg az nem tud tökéletesen. Úgyhogy... Gboard-el egyébként kocsiba, ugye jöttem fel az M5-ön, és elég jól
működött a diktálás. Igen, egyébként a szófelismerése az már kezd majdnem olyan jó lenni, mint ami az iPhone-ban van. Uh-huh. Viszont írásjeleket még mindig nem tudok el diktálni. Tényleg? Aha. Itt vagyunk Budapesten, és éppen videót rögzítünk. Pont. És kiírja. Hello vessző, itt vagyunk Budapesten, vessző, és éppen rögzítünk. Pont. Vidám emotikon. Tehát, hogy... Mit mondtál a végén? Vidám emotikon. Vidám emotikon, és aha, ezt így tudja. És ezt így tudja, sőt, kacsintós emotikon. Wow. Mondjuk jó, én ezt sose próbáltam egyébként. Láttam az AirPods alkalmazásaidat, amiket ugye mutattál, hogy használta az AirPods Androiddal, és egy kicsit fájt, mivel én is akartam egy ilyen videót csinálni, viszont most várnom kell, hogy előjön a csönd a te videód után, mert nagyon kopiszagú lenne, hogy én is megcsinálom. Szóval most várunk egy picit. És abban láttam, hogy neked valami nagyon érdekes alkalmazásod van erre. Igen. Itt van nálad most az AirPods? Nincsen. Ah, kellemetlen. Csak azért, mert amikor feljött, akkor de... a videódban láttam, hogy van benne egy reklám. Igen. Tehát az egy reklám? Igen, az egy reklám. Most így nincs hozzácsatlakoztatva, de igen, tehát hogy ez az Air Battery nevű alkalmazás, ami egyébként tök jól működik. Van fizetős verziója, van, hogy ne legyen benne reklám? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy van fizetős verziója. Akkor jó. Nem tudom, hogy te ugye, mint MacBook felhasználó, mennyire használt így a Continuity-t a telefonod és a gép között, és most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy ugye megnyitogatom a weboldalakat, amik a telefonomon vannak a gépemen, mert most ez egy dolog, hogy én ezt néha szoktam használni, én sem pusztulnék meg, ha ez funkció eltűnne. Uh-huh. Viszont nem tudom, hogy mennyire gyakran küldözgettél cuccokat telefonra a gépre, tehát airdropra gondolok. Airdropot azt nagyon-nagyon sokszor használtam. Például, hogyha valamilyen kiállításon voltam, ahol egyébként nyilván a vezeték nélküli megoldás sokkal kényelmesebb ilyen szempontból, meg gyorsabb. Ott általában az volt, hogy telefonnal lőttem a képet, és gyorsan airdroppan átküldtem gépre, onnan pedig feltöltöttem posztba. És ez így tök jól működött, na most ez nincsen. Uh-huh. És ez így, igen, talán ez a legnagyobb, ami hiányzik így, hogy kiléptem az iPhone-ból, hogy nem tudom airdroppan átküldeni a dolgokat. Van rá alternatívád, mint mondjuk Dropbox-ot használni, Google Drive-ot? Úgy csináltam meg egyébként, hogy létrehoztam egy ilyen külön megosztott mappát, és van egy ilyen külön kis parancsikonom, hogy Drive. És ugye erre rábökök, akkor egyből azt fogja megnyitni, amit én a gépről szinkronizálok, és annyi a dolgom, mondjuk ez nem MacBook-on, hanem a PC-n, annyi a dolgom, hogy fogom azt a fájlt, amit itt akarok látni a Drive-ba, és így megküldöm a mappába, és így átúzom, amit beszinkronizálja. Vezeték nélküli töltés? Nem használtam. Az iPhone-nál se. Az iPhone-nál se? Van izé, a Blitzwolf küldött egy lámpát, ami ugye vezeték nélkül is tört. Uh-huh. Szerintem te is kaptál, vagy lehet. Igen, még mindig megvan. Nekem is megvan, de így, hogy nem használtam, mert igazából az iPhone-nál is a gyorsítést használtam, ha már támogatott, és a 80 wattos MacBook adapterrel töltöttem. Ja, a vezeték nélkül nem használom abszolút. Te nem használod egyáltalán. Hát főleg a OnePlus-nál, még hogyha támogatná is, akkor sem, mert fél óra alatt 60%-ot majdnem beleküldök. Nekem a legnagyobb problémám, hogy amíg ott ülök az asztalnál egyébként, nekem úgy van itt a monitorom, és itt van mellette egy dokkoló. És ilyenben beleszóltam így rakni a telefonomat, és elkezdik tölteni ugye vezeték nélkül. Majd valaki rám ír Facebookon, én azt mondom, leveszem, válaszok, és így lerakom magam mellé. És eddig tartott a vezeték nélküli töltés. És gépelés. Ez azért érdekel a gépelés, mivel én tudom, hogy mennyire máshogy kell gépelni iOS-en, mint Androidon. Ezért használok Glide Typing-at egyébként Androidon, mert nem tudok írni. Uh-huh. Én képtelen vagyok rá. És hogy viszonyulsz az Androidon való gépeléshez? Ugye nem a OnePlus 6T az első, amiben úgy átköltözött. Tehát voltak olyan flagship-ek, amiket szintén használtam elsődlegesként, benne volt a kártyám is, és nyomtam. Erre az időszakra nyilván akkor letettem az iPhone-t. Amikor iOS-en gépelek, akkor ott sokkal egyszerűbb, viszont így az elmúlt évek során megszoktam. És a Gboard jött be eddig a legjobban, és így azt így nagyon szeretem használni. Nyilván vannak olyan dolgok, amiben visszalépés volt az iPhone-hoz képest, mert az iPhone azért anyaghasználatban, meg így tulajdonságot tekintve eléggé high-end. És most ahhoz képest ugye nem rozsdamentes acél a keret, hanem csak simán alumínium, nem vízálló a telefon, illetve amit észrevettem, és ez talán kicsit zavaró is, hogy nem olyan minőségi a hangszórója, mint az iPhone-nak.
illetve hogyha játszok, akkor csak az alsó, vagy zenét hallgatok, akkor csak az alsó szól. Az sem olyan nagyon durva minőségű, mint az iPhone, de egyébként nem rossz. Szóval talán ezek azok, amik így megmaradtak bennem, mint negatív tapasztalat, de egyáltalán nem olyanok, ami mellett nem tudnék élni, vagy nem tudnám használni, csak ezek olyanok, hogy ebbe például az iPhone jobb. És látod a valószínűségét annak, hogy lehet, hogy amikor mondjuk a következő iPhone kijön idén, ősszel, és az olyan lesz, hogy tényleg lerobbantja a nadrágunkat, akkor lehet, hogy visszaváltasz rá? Őszintén, tehát így számíthatunk erre, hogy az Apple lerobbantja a fejünket? Nem. Én most éppen azon vagyok, éppen ennyire közel vagyok ahhoz, hogy így leüljek és beszéljek a kamerába egy kb. 25 percen keresztül azért, hogy miért lesz egy kalap fos a következő iPhone, mert azok a renderek, amik kijöttek most a három kamerával, és ezt ilyen tudom szigette, én ezt nem, az lehetetlen, hogy olyan lesz. Ha az olyan lesz, akkor sírok. Akkor lehet, hogy nevetek egyet. Jó, még a MacBookot is eladott. Nem, tosra nem fogok megválni, mert ha már megszoktam a Final Cut-ot, én biztos, hogy nem váltanék Premiere-re, így vágó programot tekintve, ez marad. Akkor is valószínűleg a OnePlus 7-et fogom megvenni. Na. Mert nekem kifejezetten tetszik a slideres megoldás, majd a Mi Mix 3-nál ezt így kiderítem, hogy az így tényleg mennyire jó. Ó, mert elvileg a 7 is slideres lesz? Igen, azt híreztelik, hogy a OnePlus 7 a slideres lesz. Igen, köszönjük szépen, hogy itt voltál és beszéltél velünk. Én köszönöm. Amiben tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és látogassatok el a csatornájukra, a Laciéknak, ugye a Tech2-re, hogyha véletlenül nem ismernétek, aminek nem sok esélyet látom, de hogyha lehet, mégsem, akkor... Lehet, hogy vagy nincs, nem tudom. Igen, hogyha mégsem, akkor mindenképpen kattintsatok rá most a fejére, és... és lehetek jók, és sziasztok! És akkor ebben most nem használunk outro-t, mert akkor ide lehet rakni a buborékot, mert csak 20 másodperc a végétől, mert sokkal annotések, amiket